Segíthetek? Na, köszönöm szépen, profi vagyok. Engedd meg, hogy bemutatkozok, mert látom, érdeklődt a márka iránt. Szia, Vilmos vagyok, szia. Ja, Jakab Zoltán. Hát akkor a Milwaukee-ról mesélhetnél nekem egy kicsit. Abszolút, mit kell tudni erről a cégről? Milwaukee Magyarország értékesítés vezetője, úgyhogy a legjobb helyen jársz. Akkor engedd meg, hogy egy pár szóban bemutassam a Milwaukee márkát, jó? Hallgatom a történetet. Milwaukee márkanév igazából több mint 100 éves múltra tekint vissza, viszont 1986-ban alapult a Tectonic Industries cégcsoport. A Tectonic Industries felvásárolta a Milwaukee márkát, és onnantól kezdve gyakorlatilag egy fennhatóság alá került elég sok más márkanévvel kapcsolatban. A Milwaukee az abszolút ipari kategóriát jelenti a szerszámgépiparban, és az akkumulátoros szegmensre koncentrálunk. Tehát a 18 és a 12 voltos szegmens, ami nálunk az ászlós hajó, ezekre a feszültség kategóriákra fejlesztjük a legtöbb gépünket. Hogyha összeadjuk erre a két platformra gépek összességét, akkor ez több mint 200 gépet jelent. És azt láthatjuk, hogy többfajta kapacitásban rendelkezünk akkumulátorokkal, a 2 amperórástól a 12 amperórás akkumulátorokig. És ez gyors fejszámolással azt is jelenti, hogy nekem nem kell minden eszközhöz külön akkumulátort vennem, hanem egy akkumulátor több eszközhöz használhatok. Így van, tehát ez költséghatékony és környezetbarát. Érdemes megfogni, kézbe fogni az akkumulátorainkat, úgyis az akkumulátor az nem csak egy celláról szól, ugye nagyon sok más gyártó is használja ezeket a cellákat, viszont a mi saját fejlesztésű elektronikánk és a fizikai összetétel és konstrukció, ahogy mi összerakjuk az akkumulátort, az abszolút alkalmassá teszi a teljes mértékű ipari felhasználásra. Tehát, hogyha megnézzük az akkumulátorokat, akár melyiket, akár egész nyugodtan dobálhatjuk. Azért vigyázzunk. Jó, igen, a berendezésre vigyázzunk. Tehát azt láthatjuk, hogy strapabírónak tűnnek. Abszolút. Úgyhogy a profi szakembereknek és a leesés elleni védelem és fizikai konstrukció is olyan, hogy az abszolút ipari kategóriát felel meg. Na de hát nyilván erre van szükség olyan körülmények között, ahol ezeket a gépeket használják. Sok minden van még itt, mesélj még ezekről nekem. Ezek a gépek egy kis része gyakorlatilag a teljes portfóliónak. A termékfejlesztési stratégiánk az egyértelműen olyan megoldásokra szorítkozik, ahol olyan kategóriákat és gépeket fejlesztünk, és megoldásokat kínálunk a profi szakembereknek, amikre még nem voltak eddig megoldások, és olyan problémákat oldunk meg a szakemberek számára, amire eddig nem volt tehát megoldás. Tehát teljesen új, eddig nem létező gépeket készítettek. Abszolút. Készítettek. Például a 2021-es évben több mint 40 teljesen új megoldást kínálunk a felhasználóinknak. Ez nyilván az is kell, hogy nagyon napi kapcsolatban legyetek a így van. Szakma szereplőivel. Tehát a mérnökeink és a termékfejlesztőink azok gyakorlatilag 20-30-40%-át a munkaterületen töltik, és gyakorlatilag folyamatos kapcsolatban vannak a felhasználókkal és szakemberekkel. És így készülnek például az ilyen így van. Hatalmas eszközök, gépek. Így van. De hagyj mutassam meg kollégámat, aki az oktatásokért felelős kolléga nálunk, és a gépekről részletesebben. Ki fog engem okítani ezekről így akkor? Így van, abszolút. Várom szeretettel. Szia! Szia! Mindig ilyen kis kecses retiküllel jársz? Hát általában így szoktam megérkezni egy munkaterületre. Csak a legszükségesebb. Szia! Szia. Szia. Na mesélj akkor nekem erről, mi ez a torony? Amit itt láthatsz, az a Milwaukee-nek a Packout elnevezésű rendszere. Aha. Ez egy moduláris szerszámtároló rendszer. Az még különböző jelent. Eszközökkel. Itt gondolhatok például arra, hogy porszívó, lámpa. Lámpa. Rádió. Ez rádió? Ez rádió. Igen. Ugye már minden munka zenével kezdődik. Tehát be tudod húzni a munkaterületre a rádiót. Ez egyben töltő is, tehát hogyha bedugod vezetékre, akkor tölti a benne levő akkumulátort. Amúgy pedig ugyanazra az akkumulátorrendszerrel működik, mint az összes többi gépünk. Oké, ezt hogy pakolod össze? Ezt nagyon egyszerűen, ugyanis ezeknek a kialakítása úgy van megoldva, hogy minden összepasszol mindennel. Minden passzol mindenhez, aha. Minden mindennel összepasszol, és rá tudod helyezni egyik ládát a másikra. És akkor teljesen személyre szabható, nyilván, ezt ami kevesebbet személyre, kell, ahogy szeretnéd, teszem, így van. Ami... Tehát bármit megvehetsz, bármelyik részét teheted bármelyikre, amennyire neked szükséged van, akkorára építed a tornyot, és azt teszed rá, amit csak szeretnél. Az alsó része az egy Molnár kerekes, egy Molnár kocsis rész. Igen. Az az alapja az egésznek. Láthatod, hogy elég szép nagy kereke van, elég hogy a munkaterületeket meg tudjad közelíteni, vagy akár lépcsőn is fel tudjad húzni. Oda tudod tenni a nagy gépeket például, és a kisebb ládákba, dobozokba, vagy ilyen szortimentekbe, akár csavarokat is tudsz tárolni. Kéziszerszámokat, tartozékokat.
És akkor úgy tudsz megérkezni a munkaterületre, hogy egy körbe beviszel mindent magaddal, tehát hogy minden nálad van. Mennyire biztonságos ez? Csak én tudok ezekbe belenyúlni, ezekbe a fiókokba? Be tudom zárni? Ami nagyon nagy előnye az, hogy IP65-ös védettsége van, tehát víz és por ellen véd. Te pedig úgy tudod védeni a eszközeidet, hogy le tudod lakatolni mindegyiket egyesével. Ez nagyon lényeges. Ami újdonság még, hogy egy ilyen fiókos rendszer is előkerült. Ez egy újdonság. Tehát, hogyha ez van például alul valahol, a pickupnak az alján, akkor ki tudod húzni a fiókokat, és nem kell mindent lepakolni ahhoz, hogy innen kiszedjed az eszközeidet. Igen. Ami gyakran kell, az rögtön itt van kézben. Így van. Oké. Na nézzük meg, hogy miket tudunk ebbe belepakolni, jó? Mondjuk... Milyen gépek érdekel? Mesélj erről a kis... Arra a kis nőies, kis kecses. Jó. A kezedben egy fúróvésű kalapács van, egy 18 voltos szénkefementes motorral ellátott fúróvésű kalapács. Ugyebár láthatod, hogy a Milwaukee-nek az elsődleges célja, hogy a vezetékes technológiát kiváltsuk, és a nagy teljesítményű akkumulátoroknak köszönhetően már simán tudjuk azt a teljesítményt, mint amit a vezetékes gépén tudtuk. Abszolút fölveszi a versenyt. Ez egy 11 fúros kalapács, úgyhogy bőven fölveszi a versenyt. És nálunk az elsődleges cél ugyebár ez a akkumulátoros szegmens, a másik pedig az, hogy a személyek védelme, a felhasználók a védelme. Ezért fektetünk nagyon nagy hangsúlyt a munkavédelemre is, és különböző biztonsági funkciókkal látjuk el a gépeinket. Ebben a gépben az egyik biztonsági funkció az pedig az, hogy egy elfordulás elleni védelem van benne. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy ha te fúrsz ezzel a géppel egy nagyobb átmérő furatot betonba, és ott mondjuk vasat találsz, te fönnállsz a létrán, megakad a vasban a fúrógép, elcsavar, lelök a létráról, eltörik a kezed, és kiesel a munkába. Ezzel szemben ez? Ezzel szemben ez pedig a legkisebb mozdulatra azonnal megállítja a gépet. Aha. Sokkal biztonságosabbá teszi a váratlan helyzeteket. Milyen szakmákra gondoltok? Kikre gondoltok elsősorban a Milwaukee-nál? A Milwaukee-nak a nagy előnye, hogy több szakmát szeretne lefedni. Tehát itt termékspecifikus gépeket is gyártunk különböző szakmáknak, mint például a villanyszerelők, dugulás-elhárítók, autószerelők, faipar, fémipar, és meg sorolhatnám. Ami még nagy előnye a Milwaukee-nak, hogy most egy újfajta MX Fuel elnevezésű platformot hoztunk ki, világon elsőként, hogy a benzines robbanómotoros gépeket tudjuk lecserélni akkumulátoros gépekre. Ez már egy 70 voltos akkumulátorrendszerrel működik. Azt most itt nem látod, az egy jóval nagyobb akkumulátor, és a robbanómotoros bontókalapácsoknak, gyémántfúróknak a teljesítményét tudjuk akkumulátorral kihozni a gépekből. Ennyire komolyan veszitek az akkumulátoros technikát? Teljes mértékben. Na, csak így random, sarokcsiszoló. Ez sarokcsiszoló mitől nagyon Milwaukee? Ez attól nagyon Milwaukee, hogy ennek is vannak biztonsági funkciói. Nézed inkább ezt. Tehát látod, hogy itt biztonsági kapcsolóval van ellátva például. Nem olyan, mint ez, hogy nem reteszelhető, hanem ez csak akkor megy, hogyha behúzod a kart. Aha, világos. Ez már egy biztonsági funkció a reteszelővel szemben. Plusz a másik funkciója az, hogy megállítja a tárcsát 2 másodpercen belül. Ez azért jó, mert egyből le tudod tenni. Nem forog a tárcsa tovább, és nem kell megvárnod, hogy megálljon. Rezgés csillapított fogantyúval van ellátva, szénkefementes motor van benne, és egy úgynevezett konstans elektronika van a gépekben, tehát terhelés alatt tartja a fordulatot. Hogyha egy lamellás csiszolóval csiszolsz, bármilyen felületen ugyanazt a fordulatszámot el lehet tartani érni. Fogja a fordulatot, akárhogy ráfekszel. Plusz van rajta fordulatszám szabályzó is. Még ez is egy nagyon nagy előnye ennek a új sarokcsiszolónak. Nézzük meg a lézerkardotokat is egy kicsit, ez mit tud? Amit a kezedben tartasz, egy 12 voltos platformra épülő lézer. Kétfajta lézerünk van, valamiknek beépíthető saját akkumulátora van, és USB-ről tudod tölteni. Ezekkel az akkumulátorokkal működtetjük a fejlámpákat, a fűtetőruházatot és a lézereket. A 12... érvényes az, hogy egy aksi több eszközhöz. Igen. Ez nagyon fontos nálunk. A 12 voltos lézernél pedig értelemszerűen a 12 voltos gépeinket tudjuk vezérelni ezzel az akkumulátorral. Ez több mint 80 gépet jelent egyetlen akkumulátorrendszerre. A lézernek a különlegessége az, hogy zöld lézer, tehát hogy zöld fénye van. Ez azért jó? Nagyon hasznos, mert szabad téren, sokkal kültéren sokkal jobban látható, mint a piros lézer. 38 méterig láthatod a lézert. Tehát láthatod, hogy szépen látni mindenhol. Minden felületen, igen. Az a különlegessége még a lézernek, hogy hátul mágnesezve van.
de viszont egy ilyen gumifelület van rajta, ami nem engedő, hogy fém a fémmel összeérjen, és nem karcolod össze az anyagot, amire föltetted a lézeredet. Többször is említetted a munkavédelmet, hogy az nagyon fontos a Milwaukee-nál. Így van, nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a munkavédelemre. Rengeteg új munkavédelmi termékkel jöttünk elő idén, és egy-két éven belül ez sokszorosára fog nőni. Most egy pár olyan dolgot mutatok neked, ami már elérhető a palettában. Van is pont kéznél. Ugye, bár itt van a fiókban, igen. Itt különböző vágásbiztos kesztyűket szeretnék neked mutatni. Egyes vágásbiztos kesztyű, a hármas osztály és az ötös osztályú vágásbiztos kesztyű. Ez gondolom az erősségét jelenti. Így van, hogy mennyire kesztyűknek bírja a szúrást, a vágást, stb. És ami itt nagyon lényeges nálunk az, hogy arra is gondoltunk, hogy fönt védjük az emberek kezét. Mert mindenki belülre tesz protektorokat, belül védik az emberek tenyerét, de fönt nagyon ritka, hogy valaki föntre is tesz protektort a kesztyűikbe. Ugyebár ez lecsúszásnál, rakodásnál, kalapás lecsúszik a kezedről, akkor is az ujjaid bütykein van protektor, és megvédi a kezedet a ütésektől. És jól látom, hogy a legdivatosabb már maszkokat is gyártunk, az is a szortimentben van. A maszkok is, ebből vannak FFP2-es, FFP3-as maszkok, és különböző védőszemüvegeink is vannak, ami nagyon lényeges. Na, tömjük meg nekem ezt a tornyot mindenféle. Próbáld meg. Jó van, jó. Na, akkor kezdjük ezzel. Na, szóval szeretnénk.